a tarka sáfrány. Túzok ünnep Böszörpusztán. A Tartományi Természetvédelmi Intézet ünnepe. Erdei túra versmondással. Topolya környékén az egyik első koratavaszi vadvirág a tarka sáfrány. Az Arcus Környezetvédő Egyesület arra törekszik, hogy megismertesse a helyiekkel ezt a természeti kincset. Től 12 cm-es magasságú évelő vadvirág a tarka sáfrány. A lila, kék és fehér színben előforduló hagymás virág három külső szíromlevelén három lilás hosszanti minta található, ezért is nevezik tarka sáfránynak. Február végétől március közepéig nyílik, idén március közepén virágzott. A virágzás idején viszont egy kiadós eső áztatta el az érzékeny kis szirmokat, ezért összefüggő virágtenger nem volt látható. De ha a lábunk elé néztünk, lépten nyomon észrevehettük a tarka sáfrányokat a Tomislavci völgyben. Löszvölgyekben él ez a növényfaj, tehát egy apró kis hagymás növényről van szó, aminek a hagymáját egy ilyen hálós, barna színű burok védi, tehát apró kicsikek is hagymái vannak neki, és lényegében ilyen sajhagymákkal szaporodik, tehát elég nehezen terjed. Így aztán ugye, hogyha megvan bolygatva egy gyep, és hát a hagymák ugye folyamatosan bolygatva van a talaj, akkor gyakorlatilag elgyengülnek és elpusztulnak a végén, tehát mindenféleképp, amiket szoktunk nevezni ősgyepeknek, tehát a nem szántott, elsősorban kaszált vagy legeltetett gyepek, azok az ideálisak neki. Mikor ezek a természetes gyepek, tehát ami például most a Topolyi tó környékén, a Betyárvölgy büdös tó környéke, illetve a kisbelgrádi gyepek, amik ugye a védett terület részét képezik, ott ezek gyakorlatilag itt vidékünkön az természetes élőhelyei, illetve, ahogy már említettem, a szabadkahorgosi homokvidék, ott pedig homokgyepen. Tehát itt nálunk löszgyepen, ott homokgyepen van, és itt ezekben a völgyekben egyébként gyakoribb, tehát elég szép állománya van neki még, tipikus gyepjelző fajról van szó. A tarka sáfrány Szerbiában nem védett faj, viszont óvnunk kell ezeket a növényeket, hogy még sokáig gyönyörködhessünk bennük. Magyarországon védelem alatt áll, az eszmei értékét 10.000 forintban határozták meg. Több sáfrányfaj él ugye az országunkban is, de éppen a tarka sáfrány az még nem védett. Igen, tehát vannak neki még gyakorlatilag nagyobb populációi, akár itt a Tomislavci völgyben is, de ezek szigetszerűek. Tehát, hogyha azt vesszük úgy az egész vajdaságot, hogy ezek a gyepek hány százalékát teszik ki vajdaságnak, akkor azt lehet, hogy még 1%-ban sem lehet mérni, tehát ez ilyen 0,5%. Ezeken a gyepeken, illetve a homokgyepeken van, tehát igazság szerint nem nagy területen vannak ezek. Mi általában azt szoktuk mondani, hogy nem védett, igen, de hogy védendő. Ez a természetvédelemben annyit jelent, hogy akár ilyen sáfránytúrák alkalmával, vagy előadások, bármi oktató jellegű, vagy bemutató jellegű megmozdulásokon elmondjuk, hogy védendő azért, mert például itt, ahogy említettem is, ez gyepjelző faj, az azt jelenti, hogy ott nem bolygatott löszgyepek vannak. Kérdés, hogy meddig tudják ezek a populációk fenntartani magukat, valószínűleg nem sokáig, mert hogy a gyep az alapvető élőhelye neki. És mindenféleképp a védelem szempontjából azért jelentős, mert hát ugye gyakorlatilag itt minden fel van szántva, és csak ezek a gyepek az utolsó menedékei a tarka sáfránynak. Ha a természetet járjuk, ne szedjük le a virágokat, csak gyönyörködjünk bennük, hogy más is láthassa még a növényeket. A tarka sáfrány esetében is tegyük ezt, mivel a természet közös kincsünk, és annak megóvása is közös felelősségünk. Évek óta a Kishunsági Nemzeti Park rendezvénye, főképpen a gyermekek körében, a Böszörpusztán megrendezett Túzok ünnep, amelyre az idén áprilisban került sor. Természetesen most is a túzokok voltak a főszereplők, amelyekről Gili Zsolt, a Kishunsági Nemzeti Park osztályvezetője tartott előadást.
Magyarországnak, illetve Európának a legnagyobb röpképes termeti madara. A hazai állomány az 1500-1600 körüli darabból áll. Viszonylag nagy termeti madár, ezért aztán meg lehet könnyen számolni azoknak, akik tudják, hogy hol kell keresni ezeket a madarakat. Még annyit tegyünk hozzá, hogy ez egy fokozottan védett faj. Valamikor Európa pusztáin jellegzetes és sokkal nagyobb létszámban levő faj volt, és hát tulajdonképpen a mi emberi létünknek is köszönheti azt, hogy hát amennyi ezt lehet köszönni, hogy megritkult az állománya. Hiszen ez egy vadon élő madárfaj, a nyugalmat keresi, földön fészkelő faj, így aztán elég sok veszélyeztető tényező vezetett oda, hogy ma már viszonylag ritkán lehet itt látni Magyarországon. A túzok ünnep bevezetéseként átadták annak a rajzpályázatnak a díjait, amelynek fő témája szintén a túzok volt. Az alkotások között több díjnyertes munka a határon túli iskolásoktól érkezett. Nem messze lakok az erdőtől, és akkor ki szoktunk menni sétálni. Van kedvenc állatom, ló, és van is egy lovom. Hát madárfajta nincs kedvencem, de szeretem őket is. Amit szeretek nézegetni, az az őz, vagy nyuszi, fácán. Állatorvos szeretnék lenni. Nagyon szeretem az állatokat, mert kiskorom óta együtt vagyok állatokkal, és nagyon szeretem őket. A sokféle játékos bemutató mellett a legnagyobb sikert Tóth Gábor állati jó bemutatója aratta, amelyben számos madarat ismerhettek meg közelről is az érdeklődők. Ez egy strusztoljás, a mai élő legnagyobb madár a strusz. Strusz. Akkora óriás, hogy itt lenne a feje, ekkora vállak, ekkora combok, és ha el akarom lopni a tojást, a papa meg a mama beledöngöl engem a földbe. A strusz tud repülni? Nem. Nem bizony. Ezért hol van a fészke? Földön vagy fán? Földön. Több nálunk kevésbé ismert madárfaj bemutatására is sor került. Az egyikről az is kiderült, hogy mennyire vízálló a tollazata. Szalagos állő vagy herisszia névre hallgató madár sivatagi faj, és ezt tudja mégis a tolla. Legurulnak róla a vízcseppek. A fedőtollak a madár egészségi állapotát is tükrözik a párválasztásnál. Ez is a jellegzetes oka. De a leglényegesebb az, mondom, hogy a pihetollak melegen tartanak, hőszigetelnek. A fedőtollak ezeket is védik, és a madarak elrejtik. Megismerkedhettek az érdeklődők az idei év madarának választott, hazánkban rendkívül ritka vándorsólyommal is. A vándorsólyom az év madara. Ha feltűnik a magasban, az összes madár hangja megváltozik, vagy elnémulnak. A seregélyek gombóc alakba menekülnek előle, általában amilyen gyorsan lehet a sűrű bozótos felé, mert a vándorsólyom a hosszú hegyes szárnyaival a bozótban nem tud repkesni. Szép színes madár, és a vándorsólyom tényleg az színesebbek közül való a ragadozó madarak világában, de ezzel, ha ráhasal a zsákmányra, ezek a tollak még tükröződnek ki. Zöldes környezetben zöldes árnyalatot ölt, barnárnyalaton barnább lesz, és zsákmányát kérte szépen rátimul, és nem mozdul. Úgy megyek el mellette, mint a húzat, ő meg ott lapított mellettem a szántásban. Nagy érdeklődés kísérte még az íjászatot, ahol a legkisebbek is kipróbálhatták tudásukat. Sokan megnézték a kovácsmesternél, hogy hogyan készül a lovak patkója kézi munkával. Lehetőség nyílt a szelíd házi állatokkal is a közvetlen találkozásra. Azoknak, akik az apró énekes madarakkal közelebbről is meg akartak ismerkedni, Bankovics Attila tartott madárgyűrűzési bemutatót. Először is előkészítjük a gyűrűt, amikor madarat akarunk gyűrűzni. Ugyan a madár már itt van zacskóba, de őt csak akkor vesszük majd elő, amikor a gyűrű már elő van készítve, kézbe van. Tehát ezt valaki fel is írhatja a számát, valaki leolvashatja. Olvasd, légy szívesz. Melyiket alatta? A legalsó. A 76194. Ez az. Szakszerűen kézbe kell fogni. Igen. Így, hogy a fejét itt lazán fogjuk két ujj között. Innen itt van a két lába. Ugye a
bal lábra tesszük a gyűrűt. Melyik a bal lábra? Melyik? Ez ugye? Ez. Forog a lábán, ez a szabályos gyűrűzés. Nem szabad, hogy szoruljon a gyűrű, ezért sokféle gyűrű van itt nálam. Legalább 15 féle, minden madárra más-más. Széncinege, kifejlett hím példány. Az, hogy hím példány, azt a hasán végigfutó fekete sávról látható, aki szembe onnan nézi. Ugye széles fekete sáv. Másrészt fényes fekete a feje teteje. Hát, hogy ugye forgatja a fejét. Fontos ez a két fehér arcfolt. A széncinegénél egy pici fehér tarkófolt. Tarkófoltja. A háta az mohazöld, ha megnézzük. Egy szány sávja van. Rány! A sokféle játék lehetőség mellett bábos természetismereti előadást is tartottak a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai. Az igazi kalandvágyok pedig gyalogtúrára indulhattak a pusztába, ahol a távolban megpillanthattak néhány túzokot is. A látványos nap főleg a városokból érkezett gyermekek számára jelentett maradandó élményt. Nem is beszélve a sokféle itt készített kenyérlángos elfogyasztásáról, amellyel a Kiskunsági Nemzeti Park vendégelte meg a látogatókat. Budapestről jöttem. Volt itt állat bemutató, kutya bemutató. Van itt egy kilátó, ahonnan lehet túzokat nézni. Szerettem a madarakat nézni. Megalakulásának 52. évfordulóját ünnepelte április elején a Tartományi Természetvédelmi Intézet a Vajdaságban. Az ünnepségen felidézték a tavalyi év során elért nemzetközi sikereket, és beszámoltak a jövőbeli tervekről is. Nagy sikerként éli meg a Tartományi Természetvédelmi Intézet, hogy herbáriumuk tavaly felkerült a nemzetközi herbáriumok listájára, és így az egész világ számára elérhető lett. Emellett több új természetvédelmi projektet is sikerült elindítaniuk, voltak azonban kevésbé pozitív fejlemények is. Ima i drugi stvari koje su obeležile, koje možda nisu tako lepe. Jedna od tih stvari jeste da nije došlo do proglašenja novih zaštićenih područja, nema povećanje površina pod zaštitom, ali to ne ovisi o nama, to zavisi od donosioca odluke onih koji rade na donošenju novih akata o zaštiti. I manje lepa stvar, a to je da je dalje nastavljeno trovanje životinja, divnih vrsta životinja u prirodi i ljudi nam svakodnevno javljaju. Da li je to trovanje učestalije ili ono i pre toliko bilo izraženo, ne znamo, ali mi smo dali naše telefone pa nas sada češće zovu i više saznemo. Nažalost, nema dana da ne dobijemo prijavu o trovanjima i od nekih 20-30 jedinki koji su bili na godišnjem nivou, to je sad popelo se na puno, puno više. Tako da je već to prešlo preko 200 na godišnjem nivou, što je jako veliki gubitak u genofondu, naročito u ornitofauni, kod stradanja orlova velorepana. Imali smo i druge slučajeve stradanja, ali uglavnom se to radi o trovanju i tu nam puno pomažu inspekcija i pomaže nam policija u tome. Vajdaságban több mint 130 természeti érték élvez védettséget, illetve a tartomány összterületének 6,5%-a áll védelem alatt. De ha beleszámítjuk a teljes ökológiai hálózatot, akkor elmondható, hogy Vajdaság összterületének mintegy 16,5%-a áll a Tartományi Természetvédelmi Intézet oltalma alatt.
az intézetnek tavaly 6 új természetvédelmi projektet sikerült elindítania, ezek közül 5-öt az Európai Unió, egyet pedig külön Németország támogat. Szeptembertől pedig további 2 új projekt elindítására van kilátás. To samo govori da je zaštita prirode jedna od oblasti koja je prepoznata na vrlo značajnom nivou u smislu finansiranja projektnih aktivnosti. Zašto zavod uopšte realizuje projekte? Zato što mnoge stvari koje se i probleme koje se tiču zaštite prirode u svakodnevnom poslovima i u svakodnevnom radu koji je turbulentan, mi ne možemo praktično postići i ovo nam daje šansu da uspostavljamo, pravimo eksterne vrednosti koje nam mogu pomoći u zaštiti prirode. To su projekti zaštite vrsta, zaštite staništa, promocije prirode, njene turističke valorizacije i u tom smislu cenimo pomoć naših partnera koji pre svega dolaze iz regiona. Dakle, kada govorimo o organizacije sa kojima sarađujemo, to su organizacije pre svega iz susednih zemalja, iz Mađarske i Hrvatske, ali također iz Dunavskog sliva. Zadovoljni smo, ali rezultate tih projekata, svih 6, moći ćemo da cenimo tek kada oni prođu, a prvi se završava 2021. godine. A Tartományi Természetvédelmi Intézet a tárlatukra is nagyon büszke, amelyet minden hétköznap látogathatnak az érdeklődők. A 800 négyzetméteres felületen elterülő tárlat a térség biológiai és földtani sokszínűségét, illetve gazdagságát igyekszik bemutatni. A kiállításon egyebek között egy mamut koponyát is megtekinthetnek a látogatók, amelyet még 1947-ben fedeztek fel a kutatók Törökbecse közelében. Az 1966-ban megalakult intézet munkásságát a Szerb Környezetvédelmi Minisztérium is nagyra értékeli. To je i naučna i obrazovna jedna izuzetna institucija koja je mnogo uradila za zaštitu prirode Vojvodine i mislim da oni traju već dugo, to su decenije jednog ozbiljnog rada i ono što je najvažnije, tu se osjeća jedna posvećenost, jedna ljubav prema prirodi u ovom domu koji je jako lep i koji predstavlja reprezentativni dom, mislim, za... Tako da sam ja došao da ispoštujem te dane i donosim im nešto da im pokažem kako je to bilo 29.4.98. pre 20 godina. Isto je ovde bio, slavilo se 50 godina Zavod za zaštitu prirode Srbije. Tu ima neke slike koje, eto, za neko sećanje, pamćenje, da se podsjetimo. Neki ljudi, nažalost, više tu nisu među nama, ali da se posjetimo da ćemo mi proći, da smo mi prolazni, a priroda je večita. I kako je ona, tako će biti i nama. Kako je njoj, tako i nama. I zato eto, došao sam da pozdravim i da im čestitam, imaju izvanredne rezultate. A Tartományi Természetvédelmi Intézet többek között a tavalyi év egyik legnagyobb sikereként éli meg azt is, hogy a Bácskai Dunamente felkerült az UNESCO Ember és Bioszféra programjának rezervátum listájára. Ez a térség Vajdaság tekintetében az első, Szerbia tekintetében pedig a második olyan helyszín, amely felkerült erre a listára. Az áprilisban megrendezett számos természetjáró túra közül újszerű kezdeményezésével kiemelkedett az ásotthalmi erdőkbe szervezett, versmondással egybekötött erdőjárás. Az 5 kilométeres túrát a Kiskunsági Nemzeti Park egyik munkatársának ötlete alapján az Ásotthalmi Kissor Egyesület szervezte. Az egyesületünk idestóval 10 éve alakult, és mindig is szívügyünk volt a környezetvédelem, a természetjárás, és túrákat szoktunk szervezni, többek között ez a túra. A mai napon is úgy szerveződött, hogy merően különleges az a többiektől, megszokottól eltérő, ugyanis nemrég volt a költészet napja, és Krenás Gyuri barátom, aki a Nemzeti Park munkatársait közvetlen közöttünkben, úgy gondolta, hogy legyen egy olyan túra, ami szélesebb tömegeket vonz, nem mindig ugyanaz a természetjáró túra legyen, hanem legyenek benne versek.
Mint többek között most van egy versmondó lány, aki megáll különböző állomásokon, és a természetnek a szépségét fogja a különböző költőinknek, a nagy magyar költőinknek a verseivel dicsérni. És ez különleges a mai napon. Akkor legyen ez egy Kányádi Sándor vers, azt gondolom, hogy nagyon ideillik, rövid, és megadja talán az ízét ennek a kezdésnek. Sóhajtás a címe. Kútnak lenni volna jó, utasítatónak, diófának, vagy a fán füttyentő rigónak. Rigófüttnek volna jó lenni, bár egy hangnak. Jönni, menni volna jó, akár csak a harmat. A természethez kapcsolódó verseket a Szegedről érkezett Fabuja Andrea adta elő egy-egy erdei pihenő alkalmával. Nem készültem, csak átgondoltam, van egy repertoár, talán lehet így mondani, amelyet használok, meg nagyon sok vers van, amelyeket szeretek, és úgy gondoltam, hogy ezeket elhozom, ezeknek egy részét majd fejből mondom, másik részét olvasom, aztán majd látjuk, hogy jut az eszembe. A nagy kiterjedésű, de udvarigazító táblákkal jól ellátott ásotthalmi erdőség része az országos kékkör túraútnak. A rügyfakadás koratavaszi időszakában, a fák alatti avarban és a tisztásokon színpompás apró virágok sokaságát is megtekinthették a túrázók. Például az erdei ibolya mezőket, a fürtös gyöngyikéket és boglárkák tömegeit. Ezek megtekintése a pihenők alkalmával segített ráhangolódni a túrázóknak a természet szeretetét tükröző versek hallgatására. Vörös Sándor, gyöngy az idő, gyöngy az idő, vándoroljunk. Szekerünk nincs, bandukoljunk. Lassú folyó ága mellett járjuk a halk fűszfaberket. Este a láb gyönge fáradt, lombok alatt nézünk ágyat, szöcske bokán jő az álom, száll a világ lepke szárnyon.